milyen a 2016-os tavaszi és nyári ruhatrend? A Villa Fashion divat bemutatóján Dunaszerdahelyi és Győri márkaboltok mutatták be a legújabb darabokat. A szervezők szeretnék, hogy a Dunaszerdahelyen is minél többen öltözzenek divatosan, emellett más célokat is megfogalmaztak. Leginkább az, hogy bemutassuk a divat művészi oldalát, tehát hogy lássuk azt, hogy hogy válnak a vázlatok igazi ruhákká, tehát így a divattervezőknél, és ugyanúgy az üzletek aktuális kollekcióinál is. Mindig teltházasak vagyunk, tehát most már ez olyan sikeres és népszerű rendezvény lett, hogy a téli és a tavaszi ugyanolyan létszámú, tehát a maximális, amit a Vermes Villa be tud fogadni, aminek nagyon örülünk. Van törzsközönségünk, és természetesen mindig vannak új vendégeink is. A divat bemutatón ezúttal Brász Noémi divattervező ruháit láthatta a közönség. Noémi Vazarelli hagyatéka nevű kollekciója olyan extravagáns darabokból áll, amelyek nem alkalmasak mindennapi viseletre. A munkája során igyekszik kilépni a saját komfortzónájából, a teljes egyediségre törekszik. Ruháival a szabadságot hirdeti a nézők felé, sokszor az alapanyagot is ő hozza létre. Általában művészeti források az inspirációim, ezeket használom fel az öltözékek készítéséhez, és tehát nem feltétlenül csak mondjuk vegyünk most egy korszakot vagy egy stílust, hanem akár technológiát újítok fel és interpretálom ezt az öltözékekben. Van egy Anilin nevű kollekcióm, az egy mindennapi változat, tehát hogy ez tényleg mindennapi viseletre szánt. Abban a kollekcióban egy olajos technológiát újítottam fel, és azokat a mintákat használtam fel az öltözékekben. Van egy saját alapanyagom, amit én fejlesztettem ki. Ennek az alapja újrahasznosított PVC és vegyi szálas anyagokat olvasztok egybe. Ez egy olyan alapanyag, ami nem létezik a piacon, nem lehet megvásárolni, saját kezűleg gyártom. Rendkívül könnyű az anyag, vízhatlan, viszont nem gyűrődik és nem izzad bele az ember. Thank you.